Baráti üdvözléssel köszöntötte a Teveli Székelykör vezetője a környező településekről érkezett vendégeiket, akik közösen főzték be a most érő szezon gyümölcsöt. 6. alkalommal szervezzük meg ezt a hagyományos legfárfőzést, és ez a mai napon kerül lebonyolításra, hogy itt az időpontot túlnyomó részt a barack éréshez kell állítani, és most már azok a fajták érnek, amiből érdemes, vagy lehet jó lekvárt készíteni, úgyhogy most legfárfőzési napot szerveztünk itt a Teveli Székelykör portáján. 6 évvel ezelőtt gondoltuk, hogy egy közösségi rendezvényt szervezünk, ahol egy kicsit közelebb kerülnek az emberek egymáshoz, a másik meg az se baj, hogyha felevejtjük a nagyanyáink receptjeit, amiben ahogy a lekvárokat készítették, tehát itt nem csak a baracra, hanem a szilva lekvár, de az egyéb gyümölcs lekvárok. Mondtuk, hogy felemeljük, és hát, hogyha az utókor esetleg elmenti, vagy átveszi ezeket a recepteket, és ez olyan jól sikerült első alkalommal, hogy kibővítettük, és ma már gyakorlatilag 6 csapatot hívtunk meg, 5 csapat tudott eljönni, sajnos betegség miatt a 2 utolsó pillanatban le kellett, hogy mondják, de ma már újak is vannak, mert a kis dologiak azok újoncként vannak itt, a vaskutiak, dombováriak, nagymányokiak, akik már régi ismerősként, és régi bajnokonként érkeznek már vissza a lekvárt főzőre, mert egyébként nem csak lekvárt főzünk, hanem meg is versenyezhetjük, tehát bajnokot is, vagy győzteseket is avatunk minden rendezvény alkalmával. De lesz darálva! A Teveli szervezet minden csapat számára 10 kg barackot biztosított, amit egy környékbeli termelő adományozott számukra. A csapatok aztán saját fortéjaik mentén készítették el a lekvárt. Az elkészült lekvárokat megosztjuk, a főzők és a résztvevők is visznek el belőle, illetve egy része itt marad az egyesületnél, és azt valamilyen elfogadható áron értékesítjük, de hát igazából nagyon sok minden nem marad belőle, meg hát közösen meg is kóstoljuk. Nálunk van hagyományos disznóvágás a székelyeknél, ott is vannak hagyományos sütemények, például kertet, tészták, amiben tudjuk használunk főleg fel. Tehát ugye mindjárt megelőlegezzük, vagy megalapozzuk a disznóvágásnak az egyik alapanyagát. Természetesen közösségépítő hatása is van, mert nagyon lényeges, hogy jó hangulat legyen. Egymással az emberek egy picit jó, hiszen meg is versenyeztetjük, tehát egy kis versenyszellem. Meg hát közben-közben azért elárulom, hogy ott a barack, ugye van ez a vicc, hogy a miért sárga a barack, és miért sárga a barack lekvár. Hát ugye azért sárga, mert szégyeli magát, hogy nem pálinka készült. Na hát mi ebből előre lépünk, és van egy kis barack pálinka is itt a torok öblítésére, úgyhogy egy picit a hangulatban ez is reméljük, hogy hozzájárul, de alapjában véve a találkozások, ugye azért Vaskútról, Dombováról nem találkozunk minden nap itt a többi egyesületre, és jó érzés találkozni, és egy kellemes diótánt gyakorlatilag eltölteni együtt. A környező településekről érkezett hagyományőrző csapatok között akadt olyan is, aki most debütált a Teveli rendezvényen. Mi az idei évben első ízben veszünk részt a barack lekvárfőző versenyen, és reméljük, hogy a saját receptünk alapján, amit ugye nem akarunk elárulni titok, ugyanúgy, ahogy az aratásnál is múlt héten voltak titkok a Kisdorogi Arató Fesztiválon, itt is szeretnénk mi is a titkainkat megtartani, és reméljük, hogy sikereket fogunk elérni. Mi nem forrázzuk le, hanem mi úgy húzzuk le a héját, és a vitamint nem öljük ki belőle előre. Ez az a legnagyobb titok. 9 vagyunk, és mivel a Kéthyi Székelykörből lebetegedtek, ott 3 fő maradt, és azokat befogadjuk a csapatba, és akkor úgy fogunk össze. De ők alkalmazkodnak a mi szokásainkhoz. Az asszonyok egyetértésben készítették elő a barackot a lekvárfőzéshez. Ki így, ki úgy. Volt olyan csapat, aki daráló segítségével tette homogénné a gyümölcsöt, voltak, akik nagyobb darabokra szelték össze a barackot, és így rakták az üstbe. A cél mindenki részéről egy volt, hogy egy igazán finom, télálló lekvár kerüljön az üvegekbe. A zsűrinek persze annál nehezebb volt a feladata. Számos szempont alapján rangsorolták a délután folyamán elkészült lekvárokat. Az a kérés a szervezőknek, hogy csak azokat a szempontokat kell figyelni, ami az asztalon lesz. Tehát én ezt most megnéztem, van véleményem, azt megtartom magamnak, de amikor az asztalon majd a számomra ismeretlen tételek kerülnek kínálásra, akkor az előírt szempontok alapján kell nekem majd vizsgálni, vagy nekünk inkább úgy mondom, vizsgálni a tételeket, tehát szín, állag, illat, stb. Ami és melyik a szimpatikus. Igazából azt kell mondjam, hogy szerintem ez egy
nem egy objektív, egy szubjektív döntés, hiszen nem egy országos versenyről van szó, hanem egy helyi, és a közösségért szól ez az egész rendezvény. Nem arra szól, hogy itt nincs utolsó helyzet szerintem, itt mindenki első helyzet lesz szerintem, de arra kíváncsi ezek, mi ezt a maga minőségi különbség. A lekvár keménysége egyéni ízlés kérdése, mint ahogy az is, hogy dzsemszerűen gyümölcs darabokkal, vagy inkább homogén állapotban szereti-e valaki. Nagyon szeretem mind a kettő fajtát, de én nem vagy fiatal vagyok, én emlékszem azokra az ízekre, amelyeket gyerekkoromban kóstoltam, és az pont egy kelet-európai országból, és nem annyira szimpatikus sok ember számára, azok az eper dzsemlekvárok, amik akkoriban voltak, nekem mindig az hozza vissza azokat a kellemes élményeket, de tény, amit a feleségem csinál, vagy ott a környezetben kóstolunk sárgabasz lekvárokat, azok is nagyon, nagyon szimpatikus, nagyon finomak. Ha kell választani, elsőben baraszkot választok. Szerintem a palacsinta abban a legjobb. Puding próbálja az evés. Ezt nézzük még, mi fő ki, mit tálalnak ki, mert nézzük, mi lesz az állalag, és akkor az alapján fogunk dönteni. Én azt gondolom, hogy a korosztályt nézve mindenki profi lesz. Én nem hiszem, hogy itt valaki most először fog lekvárt készíteni. Én nem gondolom, hogy különbségek lesznek. Én pozitívan állok hozzájuk. A késő estében nyúló rendezvény egy közös vacsorával és Illés Antal kíséretében közös nótázással zárult a Teveli székelyportán.